apropó külföldi útjait a Miami Travel szervezi és támogatja. Szeptemberben feltárul a piramis titka. Ford Autópiramis, az apropó szállítója. Az apropó a Pannon GSM telefonrendszer segítségével tartja a kapcsolatot a világgal. Jó estét kívánok! Nemrégiben egy sikeres üzletemberrel beszélgettem egy találkozóról, amelyen mindketten részt vettünk, és ahol számomra megdöbbentően a társaság egy része meglehetősen gyáván viselkedett. Miközben ecseteltem neki a meghökkenésemet, láttam, hogy úgy fürkészi a tekintetemet, mint aki először azt nézi, hogy egyáltalán komolyan mondom-e, amit mondok, és amikor megbizonyosodott róla, hogy én komolyan beszélek, akkor úgy elképett, mint aki azt mondja magában, hogy jé, hát ez az ember eddig úgy tűnt, mintha értelmes lenne, most meg úgy viselkedik, mint egy gyenge elméjű. De végül csak annyit mondott, hogy de hiszen ilyen az ember. Ebben a pillanatban értettem meg, hogy mitől milliárdos ő. Ő ugyanis már illúzió nélkül nézi az embereket, és illúzió nélkül köti az üzleteit. Mi, hétköznapi emberek pedig mindig megpróbálunk felmentéseket találni, hozzátesszük, hogy ilyen is az ember, és minden erőfeszítésünkkel azon vagyunk, hogy jobbnak lássuk az embert, mint amilyen. Ha most vállalkoznak arra, hogy ezúttal kivételesen az apropó történetében próbáljuk meg illúziómentesen egy órán keresztül nézni az embert, megígérhetem önöknek, hogy tanulságos egy órában lesz részük. Az apropó mikrofonja előtt két világhírű amerikai szociálpszichológus, Elliot Aronson és Philip Zimbardo. Szóval, apropó ember. Sokkal kevesebbet tudunk magunkról, mint gondolnánk. Egy élet is kevés arra, hogy megismerjük önmagunkat, pedig korán kezdjük. Ez a fiatalember láthatólag azt vizsgálja, vajon az a másik tudja utánozni őt. Dutz! Ez a kislány pedig kimondottan nagylelkű. Hajlandó még a nyálas rágókáját is megosztani azzal a másik babával. De szemmel láthatólag az sokkal butább nála, és nem kéri. Dure tacsli. Na figyelj, megmutatom még egyszer, mi a feladat. Láttad, hogy csináltam? Próbáld meg. Ez nagyon vidám baba. A másik meg a tükörben kicsit olyan, mintha becsicsentett volna. Jé, milyen önelégülten mosolyog. Ez a kislány szegény megijedt. Nem csoda. Az a másik elkezdett bőgni. Ellen Fant, a Candy kamera klasszikusa készítette rejtett kamerával ezeket a felvételeket is. Kamaszlányokat láthatunk olyan helyzetben, ami lányok számára biztosan ismerős, mi férfiak azonban legfeljebb megleshetjük őket, amikor így viselkednek. A lányoknak azt mondták, hogy ez a jóképű fiatalember új tanár az iskolában. A fiatalembert megkérték, legyen csábítóan kedves, udvarias a lányokkal, hogy éreztesse, már nagy lányoknak tekinti őket. Kérdezze meg, szeretnének-e az osztályába járni. Így viselkednek a lányok, amikor ott ülnek a fiatal áltanárral szemközt. Majd egyszer csak természetesen előre kitervelve az igazgató telefonhoz szólítja az áltanárt, aki kifelé menet udvariasan elnézést kér, sőt, finoman még meg is érinti az egyik kislány vállát. A lányok most úgy hiszik, egyedül maradtak, nem kell a társadalmi várakozásnak megfelelően viselkedni. Lássuk, mi történik. I'll be right back. You think about it. See whether or not you might like it. Hogy ne legyünk igazságtalanok a lányokkal, lessük meg, hogyan viselkednek hasonló körülmények között a kamasz fiúk. Ezúttal az áltanárnő, ez a dekoratív ifjú hölgy. A fiúk illedelmesen bemutatkoznak, alig mennek a tanárnő szemébe nézni. És akkor
Megérkezik a beépített tanár kolléga. És megkéri a tanárnőt, fáradjon ki egy pillanatra. Elnézést, fiúk, itt hagyhatlak benneteket egy percre? Természetesen ők addig csöndben ülnek, ahogy az jól nevelt férfiakhoz illik. Aztán becsukódik az ajtó. Az újabb két kamasszal megismétlődik a jelenet. Ismerkedjünk meg a műsor egyik főszereplőjével. Elliot Aronson a kaliforniai Santa Cruz Egyetem szociálpszichológia professzora. A magyar olvasók elsősorban a Társas lény című könyvéből ismerik, amely nálunk is megért már 5 kiadást, a világon pedig összesen lehet számolni, hogy hányat. Aronson, akárcsak Zimbardo professzor, szegény családból származik. Aronson külvárosi zsidó családból, Zimbardo olasz bevándorlók gyereke. Ahogy mesélték, a gazdag ember a sikereit mindig saját erényeinek tulajdonítja, a szegény a környezetét okolja. Így kezdték vizsgálni az emberi környezetet. Aronson tanársztár, óráért vetélkednek a diákok. Leon Festinger a nagy amerikai pszichológus tanítványa. Festinger nagyon nehéz ember volt. Elmondok önnek egy történetet arról, hogyan is találkoztam Festingerrel először. Mindenki ismerte. A híre messze megelőzte őt. A végzős hallgatók halálosan féltek tőle. Mikor a Stanfordra jött, mindenki tisztában volt vele, milyen nehéz ember. Szigorú volt. Ahogy mondani szokták, ki nem állhatta a nehéz felfogásúakat, vagyis nem volt türelme senki olyanhoz, aki nem volt igazán eszes. Úgy esett, hogy rögtön az iskola második hetében dolgozatot kellett írnunk nála. Nekem is. Pár nappal később éppen az irodája mellett mentem el, a tanulószobánkba igyekeztem, amit közösen használtunk néhány másik évfolyam társammal. Aronson szól ki nekem. Bemegyek, ő meg kiemeli így a dolgozatomat a többi közül, nyújtott kézzel tartja felém, és mintha valami használt papír zsebkendőt lógatna, azt mondja: ugyebár ez a magáé. Hát porig voltam alázva, de azért bátran szerettem volna viselkedni, úgyhogy mondom neki: gondolom, nem különösebben tetszett. Na, erre rám merett. Ezerszer láttam később ezt a tekintetet. A szánalom és a megvetés keveredett benne. Megvetés, mert ostobának tartott, és szánalom, mert sajnált, hogy ilyen defektes aggyal születtem. Úgy van, mondta, nem tetszett különösebben. Fogtam hát a művemet, visszakúztam a szobámba, és vagy 5 percig bele sem tudtam nézni. De aztán kinyitottam, hogy lássam, mi rosszat talált benne. Egyetlen javítás nem volt benne, semmit nem javított a margón, vagy akárhol. Nem értettem a dolgot, úgyhogy fogtam, és ugyanazzal a lendülettel, minden létező bátorságomat összeszedve,
Visszamentem a szobájába, mondom, Leon, elnézést, de ebben nincs semmi javítás. Mire ő? Micsoda? Maga ennyire nem tiszteli a saját gondolatait, és még tőlem várja el, hogy belejavítsak? Hogy én mondjam meg, mi a hiba? Úgyhogy visszamentem a szobámba, és még egyszer elolvastam a dolgozatomat. Teljesen igaza volt. Nem követtem végig a saját gondolatmenetemet. Logikai következtetések helyett bakugrások voltak benne. Szóval hazamentem, és a következő 48 órán keresztül, ma úgy tűnik, mint a megszakítás nélkül, sírtogált. Miután sírtogáltam egy ideig, úgy döntöttem, újraírom a dolgozatot. Na, újra is írtam. Be is vittem a szobájába, letettem az asztalára, és minden elismerésem az övé, valószínűleg azonnal el is olvasta. Mert vagy 20 perc múlva bejött a tanulószobámba, leült az asztalom sarkára, és így szólt. Na látja, ez már érdemes a kritikára. Hát, így kezdődött a mi barátságunk és munkakapcsolatunk, ami vagy 30 éven át tartott, egészen a haláláig. Elliot Aronson fő érdeklődési területe az előítélet, de először nem az ő kísérleteiről beszélgettünk, hanem egy rendhagyó iskolai napról, amely egy amerikai tanítónő nevéhez fűződik. A 70-es években Jean Elliot, Ohio-beli tanárnő, különös módszerrel próbálta rávezetni harmadikos osztályát arra, hogy miként működik az előítélet és a fajgyűlölet. Egy reggel azzal állított be a gyerekekhez, hogy most olvasta, hogy a barna szeműek alacsonyabb rendűek, mint a kék szeműek. Mindjárt példákat is felsorolt az osztály életéből, hogy a barna szeműek verekedősek, megbízhatatlanok és butábbak. A gyerekek először nem akartak hinni a fülüknek, de az érvek tovább záporoztak. Nos, szerintetek milyen színű szeme volt George Washingtonnak? Kérdezte a tanítónő. Bizony kék. Ez tény, a kék szeműek jobbak, mint a barna szeműek. Ti barna szeműek nem játszhattok együtt a játszótéren a kék szeműekkel. A barna szeműeknek ezentúl gallért kell hordaniuk, hogy már messziről meg lehessen állapítani, hogy ők barna szeműek. Minden kékszemű kiszemelhetett magának egy barna szeműt, akinek a nyakába akasztotta a gallért. A szünetben a barna szemű gyerekek megalázottan félre vonultak az udvaron. De akkor megfordította a helyzetet. Igen, fél nap elteltével megfordította a játékot, hogy jaj, eltévesztettem, igazából mégiscsak a barna szeműek a felsőbbrendűek, és a kékek az alsóbbrendűek, a feje tetejére állt az egész dolog. Következett a bosszú. Igen, bosszút álltak. A barnák kezdtek felsőbbrendű módon viselkedni, és ha az ember megnézi az erről készült filmet, elképesztő, mennyire látszik, hogy pusztán attól, hogy néhány órára alsóbbrendűnek minősít, a gyerekek elkezdtek leszegett fejjel járni, alsóbbrendűen viselkedni.